Hello, sziasztok srácok! Hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket ismételten 1.19-ben. Immáron ez itt a második epizód. Vágjunk is bele! Itt vagyok újra a kezdőházunk előtt. Annyira imádom ezt a világot, rá vagyok függve az 1.19-re. Úgyhogy folytassuk. Egy gyors emlékfrissítés. Az előző részben megcsináltuk a kezdőházunkat, valamint felfedeztük ezt a falvat itt a lápban. Az összes falusit bezártuk, valamint elmentünk kincset keresni. Azután pedig megépítettük a házunkat, amit be is rendeztünk. Minden igényünket kiszolgálja ez a kis házikó. Van itt minden, amire szükség van. Hello, Frogiger! Szeretnél köszönni az embereknek? Mond hello! Viszont őt meg is kellene védenünk mindenképpen. Hozok egy Iron Golemet, akit itt láttam legutóbb ennél a háznál, hogy megvédje őt, ugyanis az előző részben majdnem elveszítettük, egy zombi majdnem megölte. Gyere kis barátom, te fogsz majd most nekem segíteni. Haha, még egy béka! Hello! Így. Tessék megvédeni a Frogigert, az életed árán is, hogyha kell. Azonban a mai epizódban csomó mindent tervezek, úgyhogy ideje is belevágni. Szeretnék először is elmenni bányászni. Nagyon fontos lenne. Kraftolok magamnak néhány csákányt, azokra nagy szükség lesz, valamint kellene még fákja is. Úgyhogy egy 3 darab elég is lesz. Most egy kicsikét el kell köszönnöm a falutól, nem is bánom, mert itt esik az eső. Elmegyek egy picikét kalandozni, és lehetőleg, remélhetőleg találok egy nagy barlang lejáratot. És tudom, le is áshatnék bárhol a világban, és valószínűleg egy barlangban találnám magam, de nem szeretnék. Imádom ezt a vanilla experience-t itt az elején, a játéknak ezt a nyerségét, ahol még mindent felfedezel, minden kis zegzugot, egyszerűen szeretem. És nem is tervezek túlságosan gyorsan haladni. Lehet, hogy ma meglesznek a gyémánt eszközeink, de a szettemet egyelőre még nem váltanám le. Egyébként olvastam ám a hozzászólásaitokat, kommentjeiteket a posztjaim alatt erről a sorozatról. És nagyon sokan írtátok, hogy mennyire várjátok, mennyire vártátok már ezt a sorozatot, és ennek nagyon-nagyon örülök, srácok. Sajnos még nem olvashattam az első epizód alatt a hozzászólásokat, hiszen az a helyzet, hogy ahogyan befejeztem az első részt, rögtön elkezdtem a másodikat. Higgyétek el, tényleg rá vagyok függve az 1.19-re. Hihetetlen jó ez a világ, nagyon-nagyon tetszik, nagyon-nagyon szeretem, ezért minél többet szeretnék kalandozni, főleg így az elején. Viszont egy kommentet hoztam nektek. Benny azt írta, hogy szia Pörki, én egy új néződ vagyok, és nagyon tetszik a munkásságod, a stílusod és az, ahogyan építesz, valamint feltettél még 2 darab kérdést. És ezeket szeretném megválaszolni, hiszen egy csomó új ember van most a csatornán. Az első az volt, hogy hány éves vagy. Idén leszek 25. A második az volt, hogy hogyan jött a csintalan papagáj név. Nos, ugye a Pörki Perot név aliterál, ez a kedvenc költői képem, ez az, amikor 2 szó ugyanazzal a betűvel kezdődik, a papagájokat pedig szeretem. Ezért lettem Pörki Perot. De egyébként köszönöm a kérdést, király vagy. Ne felejtjétek el, srácok, hogyha szeretnétek bekerülni a következő részbe, akkor nincsen más dolgotok, csak igazából kommentelni egyet, egy jó fejet, egy kedveset, vagy egy javaslatot, vagy bármit, amit szeretnétek és amit hasznosnak gondoltok. A 3. epizódban fogom bemutatni az első és a második résznek a kommentjeit egyben. Oké, szén, annak is nagyon örülünk, abból is elég kevés van, nagyjából csak 1 stack. Oké, átúszom itt, hát ha... Itt találok egy nagy barlangot, de ahogyan elnézem, nem. Ó, viszont itt vannak halacskák. Hello, még egy falu, ott a távolban. Erre nem számítottam. Hello, malacok, lehet, hogy nektek majd még visszajövök a lelketekért, mert kell az étel, de most először szeretném felfedezni a falvat. Ahogyan elnézem, ott vannak búzák, remélem, hogy lesz egy csomó ilyen térképész asztal, meg ilyesmi, mert én azokat szeretném majd dísznek használni. És oké, itt nincsen, szuper. Kiszedem inkább a bálákat először. Azok nagyon-nagyon fontosak lesznek, ugyanis használom őket díszítésre, valamint használom magát a szalmát, ugye, hogy összekeverjem a sárral, megkapjam a sártéglát, meg minden ilyesmi. Meg emellett kenyérnek is nagyon szuper lesz, hogyha elfogy ez a 20, pontosabban 19 hal, amit hoztam az útra. Ezeket egyébként kincses ládákból szedtük ki, amiket térképek miatt találtunk meg, ugye, a hajókból. Á, már alig várom, hogy lejussak a barlangokba és szerezzek gyémántot és legyenek olyan eszközeim. Azzal sokkal könnyebb lesz majd anyagot gyűjteni a mai projektünkhöz, amit már nagyon várok, hogyha ti is várjátok, mindenképpen dobjatok, srácok, erre a videóra egy lájkot, mert csak úgy, miért ne, kisegítetek vele, és teljesen ingyen van. Köszönöm szépen. És ezt a harangot is köszönöm szépen, ugyanis elviszem a házamra dísznek. Ó, ez az, erre nagy szükségem volt, valamint könyvek,
végre találtam ilyet is. Elhasználtam az összes könyvemet díszítésre, ugye a Lectern olvasóállvány miatt. Nem baj, nekem megérte. És térképész asztal, na ezt kerestem. Papír, köszi falu, nagyon király vagy. Oké, kenyér, az mindig jól jön. A kaja, itt pedig semmi. Muszáj volt kraftolnom egy csónakot, ugyanis már tele van az inventorim, mivel tudom, hogy az óceánnak a partján vagyunk, ezért el tudunk majd menni a csónakkal vissza a bázisra. Ez egyébként nagyon szuper, nem panaszkodom, a dinnyéket is elviszem, így nagyon korán a játékban még lehet, hogy szükségünk lesz rá. Oké, most itt hagyom, és megpróbálok valahol még körbenézni. Valamerre, erre felé, ebben a szavannában kell lennie annak a lejáratnak, amit használtunk az előző epizódban. Az eléggé mélyre levitt, oh hello, medence party! Tehát az eléggé mélyre levitt, de nem fedeztem fel még, hiszen nem voltak eszközeim, meg nem álltam még készen. Ide lemenjek? Le kéne? Ott van vas. Nem szeretnék meghalni, úgyhogy leresztek egy kis vizet, és így né. Ó, és hogyha már itt tartunk, srácok, legyen a részkérdése mondjuk az, hogy szerintetek mikor fogok meghalni, és mi által, hányadik részben, és mi által? Nyugodtan válaszoljátok meg, kíváncsi vagyok a tippjeitekre, remélem, hogy bíztok bennem. Csak mert én nem bízom magamban, úgyhogy valakinek muszáj. És emellett szeretnék egy vadonatúj szegmenst is bevezetni a túlélő let's play-ekbe, ami eddig nem volt. És ez nem más, mint a rész találós kérdése. Az első rögtön egy nagyon egyszerű lesz, ami vonatkozik is erre a részre, ennyit segítek. Így szól. Három ércmi csili-vili vulkánásványt gyorsan szedi. Mi az? Jöhetnek a helyes válaszok kommentben. Egyébként egy potenciálisan hasznos tanács a régi játékosoknak is, akik nincsenek hozzászokva, hogy egy érc blokk az nem egy ércet ad, nagyon gyorsan megtelik az inventoring, ezért át lehet őket kraftolni szépen blokkokká. Oké, itt van mindenféle ember. Jó, rendben van. Az a két csonti az tök jó lenne, hogyha megküzdene egymással, és mondjuk velem nem foglalkoznának. Ez az, gyerünk. Használd a baltádat, pörki perot, használd a baltádat. Minden és mindenki meg akar ölni engem ebben a világban. Hát ez hihetetlen. Oké, ezzel a gólemmel szeretnék valamit kezdeni, mindenképpen, ugyanis kell a vas tőle. Remélhetőleg nem fog. Oké, megindult, megindult, megindult. Hello, hello. És van egy pár darab vasunk még így extrába. Ez a falu nekem nem kell, úgyhogy nincsen szükségem az itteni gólemekre. A többiek meg boldoguljanak úgy, ahogyan akarnak. Most viszont elmegyek, keresek laskéveket, hiszen nem találtam meg sajnos azt a kis likacskát, amiben az előző epizódban beslisszantam. Viszont tudom, hogy hol találhatunk laskéveket. Függőség lenne ez az új csónak mánia? Én nem tudom. Viszont ameddig tudjuk kezelni, addig baj nem lehet. Most szépen fogom, lepakolom a cuccaimat, és elmegyek tovább, ugyanis jönnek a laskévek. Nézzetek rá a kis falvunkra, hát nem csodálatos? Itt is van, a csodálatos sötét tölgy éghajlat. Jó, akkor ide most bemegyünk. Biztosan emlékeztek arra, hogy az előző részben itt szedtünk fákat, valahol a közelben itt a domboknál. Nem mutattam meg nektek, de sikerült találnom egy ilyen fát, egy azáleát. Láthattátok a bázisom előtt a leveleket. Igen, itt is vannak, itt az egyik, valamint a második az itt állt. Tehát akkor most itt kellene leásnunk, annak reményében, hogy nagyon hamar rábukkanunk a láskévekre, azokra a gyönyörűséges zöld barlangokra. Egyébként nagyon szeretem ezeket a gyökeres földeket, szerintem mindig elmondom, amikor találok, nagyon szeretek vele utakat díszíteni. Ha, közben érceket is találok, ez az. Na jó, az viszont vicces, hogy többet találok belőlük, mint amikor elmentem be, konkrétan egy barlangba. Most már lassan szerintem közel vagyunk, itt találtam egy ilyen víz alatti kis barlangrészt. Ó, ez nem is kicsi. Na itt akkor most mégis hogyan navigáljak? Kellene egy ajtó. Á, te jó ég! Mik ezek? Mondja a karakterem, mert nem ismeri, hogy mik ezek. Még nem látott ilyet, azt látja, hogy hasonlít a falusiakra. Viszont nem tudja, nem látott még hasonlót. Ez valamilyen mob, ami megpróbálja megtámadni. Semmi varázslatos nincsen benne, viszont mindenképpen felírja a mai feljegyzései közé a naplójába. Megpróbálok minél mélyebbre úszni, nagyon-nagyon félelmetes, így, hogy nem látom, hogy hol az alja. Oké, itt vagyok. Ez egy víz alatti láskév. Ilyet sem láttam még. Viszont akkor ezek szerint ennek is eljött az ideje, és még mindig van lejjebb, na várjatok. Oké, itt találtam egy ilyen bemenetet. Megvagyok, megtaláltam. Rakok le ide egy ajtót, hogy ezt még távolról is láthassam, remélem, hogy nem gyullad majd ki a lávától. Viszont akkor íme ez a csodálatos barlang. Itt
az ideje elővenni a fáklyákat, és megnézni, hogy mégis mi van errefelé. Nagyon szeretnék anyagot gyűjteni, mohát, valamint jó lenne világító bogyót is, gyökereket, meg spore blossomot, azt a rózsaszín virágot. Ott is van egy! Annak a partikuljével majd tudjuk helyettesíteni a sajnos nem bekerülő Szent János bogarakat. És puty! Ez megvan, felszedtem, és menjünk tovább. Oké, értsek, ezért jöttem. Arany, yes! Ó, még ott feljebb is van. Ezt nézzétek meg. Ez egyszerűen hihetetlen. Feljebb kell mennem, ugyanis ott van redstone, az mindenképpen kell majd nekem az órához, meg igazából a díszítéshez is, ugyanis abból lehet nódblokkokat csinálni. És megvan az utolsó is, valaki nagyon morog a fejem mellett, hol van? Na mindegy, addig jó, ameddig nem tudom. Te rusnyi a creeper izé-bizé, mindjárt lemegyek hozzád, aztán elintéznek, de várjál csak. Elindít! Oké, világítunk, itt is világítunk, és körbenézünk. Ah, ott egy végbéla. Au, terrorizálva vagyok. Mindenféle, Oké, ide nem jöhet föl. Ha-ja! Elindít, menjél, oda el! Menjél, úgy, hú! Te is fogd meg a csontos kis fenekedet, és menj el innen! Úgy érzem, hogy ezeken a fenti részeken talán egy picit szívesebben látnának engem, úgyhogy ide jövök és gyűjtök egy kis bokrot, kis azálát és egy kis vasat. Látjátok? Erről beszélek, milyen szívesen lát itt a Minecraft, egy darab mob sincsen, és még ércek is vannak. Egy olló viszont kelleni fog arra az esetre, hogy ha találok picike dripleafet, lapu levelet, azokat imádom, a kedvenc növényeim a Minecraftban. Szia végbéla! Hello! A nagyobb fajtákat kézzel is ki lehet ütni, ki is ütöm, viszek belőle egy párat, viszont nekem a kicsik kellenek. Nem akarunk egy hivatalos ne csináljuk már ki a papagájt napot tartani, amikor mindenki szeret minden módban Minecraftban? Akkor gondolom, hogy ez egy határozott nem. Á, apró lapú levél. Ebből szedek kettőt is, várjátok, nem tudom fölvenni, kidobom a magokat, azok nem kellenek. Na, még egyet. Csak fél percet kérek, csak felet a lapu leveleimmel, kérlek. Meg a vasaimmal. És a lapisokkal, amiket találtam, de előbb ez fontosabb. És akkor most jöhet a lapis. És akkor még egy kis vas, mert abból sosem elég. Á, te jó Isten! Ó, oké, ez szép volt. Ó, találtam egy hal kivégzőt. Te jó ég! Gyémánt ebben a csodálatos oázisban, ott a falban. Na akkor ezt most szépen el kell érni, remélhetőleg nem csak egy darab, drukkoljatok, hogy ne csak egy legyen. Egy. Igen, egy darab, viszont erre nagyon büszke vagyok. Amit ti még nem... Ó, az ott még gyémánt. Jó, hát a figyelmeteket azt erre akartam terelni, ugyanis itt vannak a gyémántok, de közben megláttam az F5-ös külső nézet miatt, hogy ott is vannak. Na jó, akkor először szedjük ki ezeket, és... Ez több mint kettő darab, ezt nézzétek meg. Ez egy 8-as? Ez egy 8-as. Ha most lenne szerencse 3-am, aj, mennyire jól jártam volna. De azért a vasat is kiszedjük innen. És a gyémit sem hagyhatjuk itt. Hellók a gyémánt. Oké, ez csak egy volt, nem baj, így van 10 darab. Egyébként ezeknek a kikapcsolódós, bányászós részeknek nem csak az ércek a lényegei, viszont ott van még egy kis gyémánt. Hanem a szintek is, az XP, amit a rengeteg mobból kapunk, a rengeteg különböző erőszakos állatból, akik megpróbálnak minket megölni, de ott is van a gyémánt, oda mindenképpen átmegyek, csak előtte ezt a csontvázat még ki kell nyírnom. Tehát a gyémántok az egyetlen egy érc a játékban, ami még a késői játékban is egyébként ugyanúgy el tudja az embert kápráztatni. Mindig, amikor meglátod, ugyanúgy a reakcióra. Ó, várjatok, kicsit túlhaladtam, itt vannak. Oké, kérlek ne esle, ne. Oké, csak odáig esett, ez pedig... Felszedtem, oké. És puty! Már csak egy ametiszt geódát kellene találnunk, és teljesen boldog lennék. De így sem panaszkodhatom, ugyanis picike dripleafekkel tele van az egész bánya. Nem is tudom, hogy lesz-e hely az inventorimban nekik. Hello, Axolotl! Hello! Te nagyon-nagyon szép vagy, lehet, hogy téged összeszedlek. Menjünk. Yay! Megvan! Oké, lássuk, hogy tudunk-e még esetleg egy kis gyémántot szerezni, hiszen még csak 12 darab van. Oké, megvan az ametisztünk is, szuper, úgyhogy lesz távcsövünk.
Hello. Ezt ki is tudom szedni, gyere! És akkor kraftolhatjuk is a távcsövet. Oh yes! Feljegyeztem a koordinátákat csak azért, hogyha nem találnánk máshol ametisztet, akkor vissza tudjunk idejönni, viszont most az inventorim teljesen tele van, úgyhogy még egy párat szedek ezekből a növényekből és elindulok haza. Oh, ez az! Ilyet sem nagyon találtam még a vadonban. Maximum egyszer, és igen, előfordul, hogy néha ilyen termelődik. Ez azt jelenti, hogy a közelben nagyon sok vas lesz, ugyanis itt kell lennie egy ilyen vas vénának, egy ilyen ércérnek. Mondom én, ennyi vas egy helyen. Gyémánt a sok vas alatt. Gyémánt, yes. Megvan az ajtócskám, és még nem égett el. Szuper. Oké, ez egy nagyon nagy barlang, szerintem ott van a kijárata. Itt megállok, veszek egy kis levegőt, ennél a buborékozó izénél. Meg lesz az? Meg lesz az? Meg vagyunk, ez az. És itt a kis csónakunk is, hello! Mindent lepakolva, a vasat kiégetve és az első gyémánt eszközeinket lekraftolva jöhetett az építés. Látjátok, nem elég, hogy csúnya, de még útban is van, úgyhogy eltávolítom, utána pedig elmegyek anyagot szedni. Ezután jöhettek az oszlopok, ugyanis most egy stéget fogok felhúzni, ahonnan horgászhatok. Nos, az előző sorozatban, valamint igazából bármikor, amikor a Minecraft-tal játszottam és túlélőztem, elhanyagoltam a horgászatot, pedig szerintem egy nagyon fun aspektusa a játéknak. Lehet fogni halakat, enchant könyveket, csontot, rohadt hús, mindenféle érdekességet, sőt, még lehet nyerget is, ami nekem azért eléggé hasznos lenne, hogyha szeretnék egy lovat. Nos, felhúzok egy horgászházat is. Igazából ez nem is egy ház, tulajdonképpen csak egy néhány oszlop, amin van egy tető, ami alá behúzódhat a karakterem, hogyha esősre fordul a dolog. Ezek után pedig használhattam a piros tetőt, amit imádok, és valószínűleg a faluban többször meg fog jelenni. Nagyon tetszik ez a kis design, és szeretem ezeket így kigondolni és egyedien megvalósítani. Igaz, picike ez a hely, de látjátok, hogy nagyon sok nyersanyag kell hozzá, mert megint csak el kellett mennem fenyőt szedni, és csak ezután jöttek a részletek. Majdnem teljesen kifogytam a sötét tölgyből, de szerencsére maradt elég. Ezután jöhetett egy kilátó, korláttal, meg mindenfélével, antennával vagy csúcsdisszel, nem is tudom, hogy nevezzem. Ezek után mindenféle díszek és részletek. Természetesen ez a design is a sajátom, mint az összes többi a csatornán, amit láthattok. Hogyha még nem vagytok feliratkozva, mindenképpen tegyétek meg, hogyha szeretitek az ilyesmit. És ezt nézzétek meg, elmegyek nagyon messzire, ugyanis nem volt valamin. Barna zászlóm. Igen, ennyit képes voltam utazni néhány barna zászlóért, de végül hazaértem és felrakhattam dísznek ezt is. Elkészültem. Kész van. Jöhet a horgászat. Jól látom azt, amit látok. Ez valóban egy baby zombi gyermek egy csirkén. Hello. Ráadásul full aranyszedben van. Oké. Meg kellene szabadítanunk a szenvedésétől. Szabad vagy, kicsi csirke? Szabad vagy. Na de srácok, itt vagyok. Így van. Horgáztam egy teljes órát, és nézzétek, hogy mennyi mindent fogtam ezzel a horgászbottal, meg nyilván kettő másikkal, ami eltört, de a lényeg az az, hogy nem volt enchantolva. Van itt egy darab saddle, van itt kettő name tag, van itt egy nautilus shell, ezeknek nagyon-nagyon örülök. Király, hogy ezek vannak. Van azonban a kezemben kettő darab térkép, mind a kettőt a Savanna faluból szereztem, ahol jártunk nemrég. Szeretném rárajzolni a házunkat, úgyhogy most gyorsan ezt meg is csináljuk, nézzük meg, hogy milyen lett. Ó, de tökéletesen rajta van a ház is, a stég is. Nézzük is meg akkor a stéget, beleülök ebbe a csónakba. Ezt nézzétek meg, mennyire kis aranyos. Egyszerű, de aranyos, és pontosan ezt szeretem így a játéknak a legelejében, hogy nem muszáj egyszerűen túlhajtanunk magunkat, élvezhetjük a játéknak az elejét ilyen apró kis aranyos kedves építményekkel, mint például ez itt. Annyira tetszik, itt voltam egy egész órán keresztül és csak chilleltem, közben jó kis gitárzenét hallgattam, nagyon szuper volt. Na de vissza kell parkolnom a csónakomat, ide fogom letenni, itt fogom szépen tárolni itt a gajak között, ugyanis itt mindig fel tudok jönni, helyuka, és akkor itt ki tudok menni. Amúgy ezekbe kellene halakat hoznunk, úgyhogy szedjünk is egy párat, biztos vagyok benne, hogy vannak nagyon szépek itt a közelben. Ott van például egy sárga, ez egynek tökéletes, te miért vagy egyedül? Oké, itt is lesznek még, hogyha visszajövünk, de most akkor először ezt bedobom a helyére. És akkor puty, egy hal. Jöjjön mondjuk még egy abba a hordóba,
Hol vannak? Ott vannak, megvannak, mindjárt összeszedem. Gyertek ide! És megvan a második kis viszem is a hordóba. Így, ide tökéletes. És akkor jöhet egy ide is, valami szép színeset keressünk. Ó, itt vannak ezek a piros-fehérek, ezek gyönyörű szépek, egyet kérek szépen. És akkor placs! Ide bele. Még egy megoldást szeretnék nektek mutatni, és ez éjszaka néz ki a legjobban. Ugye feltettem ide ezt a Spore Blossom virágot, ami ezeket a zöld partikülöket adja. Hogyha nagyon-nagyon hiányoljátok a Szent János bogarakat, akkor tegyetek le egy ilyet, és így teljesen olyan, mintha olyan bogárkák szállnának. Igen, tudom, hogy nem világítanak, de hogyha elég sok lámpást tesztek le, akkor éjjel még így is csodálatosan festenek. Csak egy tipp. És akkor most, hogy már van redstone-unk, végre tehetünk egy órát a konyhába, ahogyan azt az előző epizódban is mondtam, ott az óra, valamint ide kitehetem a térképünket. Nos, pecázás közben rájöttem arra, hogy bizony eléggé veszélyes ez a falu. Tudom, hogy bezártuk a falusiakat, de egy idő után szeretném őket elengedni, szeretném őket kiengedni. Éppen ezért arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha körbevennénk a falvat kővel. És tudom, ez nem kis munka lesz, de muszáj egy ideiglenes és igen sajnos ronda cobblestone fallal megpróbálni körbevenni ezt a helyet. Ehhez nagyon jól fog jönni ez a mini bánya, amit ide csináltam, csak azért, mert szükségem volt andezitre, meg mindenféle kőre, úgyhogy most megpróbálom kiszedegetni, szedek annyit, amennyit gondolok, talán elég lesz, és hogyha mégsem, akkor nem fejezzük maximummal be ezt a projektet, de elkezdeni mindenképpen érdemes. Tehát arra gondoltam, hogy először mondjuk itt átmehetne egy ilyen falacska, vagy akár körbevehetnénk ezt a kis farmot is, és hát meglátjuk, hogy mégis ez hogyan alakul, nyilván nem ennyi kővel szeretném ezt elkezdeni, és igen, ez először nem lesz szép, de nagyon igyekszem majd a későbbiekben kidíszíteni, meg elrejteni. Az nagyon szuper lenne, viszont nagyon jó lenne, hogyha ki tudnám engedni a falusiakat. Ha már lesz esetleg hatékonyságos csákányunk és mendinges, akkor sokkal egyszerűbb lesz a dolgunk. Ugyanis akkor már nem kell azon aggódnom, hogy eltörik a csákány, és akkor keverhetünk bele különböző kőblokokat is. Látjátok, erről beszéltem, na őket kellene elkerülnünk még így a zombik mellett. Te mit csinálsz? Mit csinálsz ott? El innét! El innen, Creeper! Fel ne robbantsál itt nekem bármit is, nem erészeld. Nagyon remélem, hogy nincsen több. Remélem. Ettől a földfaltól meg kell majd szabadulnunk. Esetleg van valami jó ötletetek mondjuk egy ilyen hatékony várfal védelemre, mondjuk csapdákra vagy valami, amik megakadályozzák a mobokat, hogy ide bejussanak. Most nyilván ugye ezek a gyökerek így ki lesznek ütve, ezek is el lesznek távolítva, hogy ne tudjanak még véletlenül sem majd felugrani. Meg ismertek, még egyszer mondom, srácok, hogy ez nem ilyen ronda lesz, ezt ki fogjuk díszíteni, de egyelőre muszáj ilyen rondán megoldanom, ugyanis nincsen túl sok anyaghoz elérhető. Még így a játéknak az elején. Ez itt az egyik kedvenc területem az egész faluban, annyira jól néz ki itt ez a kis hidacska, olyan kis elhagyatott és magányos, de mégis ebben a szép lábban olyan jó. Viszont ide kell tennem a falat. Nincs mentség. Muszáj. Mondjuk kérdéses az, hogy ezekre az indákra a mobok mennyire tudnak felkapaszkodni. Biztos vagyok benne, hogy láttam már mondjuk falusit, vagy zombit felmászni rajta, de nem hiszem, hogy szándékosan, de attól még bekeveredhetnek, úgyhogy lehet, hogy ezeket ki kellene vágni a fákat a falak mentén. És vissza a bányába egy kis terméskőért, hiszen még felénél sem vagyok a falnak. És akkor elvileg teljesen körbeértem, ami azt jelenti, hogy ez a rész még itt nincsen összekötve. Ezt majd csak akkor szeretném összekötni, amikor már szebben meg tudom csinálni, addig nem húznék fel ide feleslegesen egy kőfalat, az nem lenne túlságosan szép, úgyhogy igazából ezt a farmot szerintem én itt lehet, hogy majd ketté vágom, úgyis ezt előrébb szeretném majd emelni a következő epizódok egyikében, és akkor gyorsan ezt még itt megcsinálom, viszont akkor nagyjából készen vagyok. Mint láthatjuk, ezek után biztonságban lesznek a falusiak, hogyha majd kiengedjük őket. És elvileg azt is megoldottam, hogy beugorni se tudjon egyik mob sem. Legalábbis remélem, de azért még egyszer körbe megyek itt. Igen, ez itt egészen biztonságosnak tűnik. A kivilágítást azt még nem oldottam meg, ugye nyilvánvalóan a biztosításhoz hozzá tartozik az, hogy megcsinálom majd azt is. Viszont nem szeretnék fákja spamelni, tehát arra majd még kell csinálnom egy lámpa dizájnt vagy valami hasonlót. Nyilván ez leginkább majd akkor fog megtörténni, amikor elkezdem a házakat átalakítani.
Látjátok, mondtam én, hogy éjjel lesz a legszebb ez a sok particle effect. Azonban meglehetősen böki a csűrömet az, hogy nem találtam meg azt a barlangot, ahová lementem az előző epizódnak a legvégén, hiszen ott láttam egy NPC bányát, amit nagyon jó lenne megtalálni, hiszen nem fedeztem fel, direkt erre a részre hagytam, úgyhogy most elmegyünk szépen és megpróbáljuk megtalálni. Itt még mindig tart a medence parti. Oké, ez a nagy medence, ez itt ismerős, szerintem erre felé jöttem el. Megvan, ezt nézzétek, ott vannak a fáklyáink. Oké, abba az irányba lesz, úgyhogy én most szépen itt leslisszanok, és ott is lesz. Meg is fogjátok látni, íme. Hát igen, hirtelen eléggé félelmetessé vált a hangulat, hiszen eszembe jutott, hogy nem hoztam magammal pajzsot. De hogyha jól látom, akkor ez egy egészen nagy rendszer, amit érdemes felfedezgetni. Ott még egy geóda is van, aminek nagyon örülök, hiszen ez itt van a közelben, nem messze ez a barlang. A síneket felszedem, hiszen ezekre szükségünk lesz, hogyha mozgatni akarjuk majd a villageröket, a falusiakat, valamelyik elkövetkezendő részben. Oké, lények, oké, chill. Mindegy, legalább itt is találok majd érceket. Ó, ez pedig kelleni fog horgászbotokra, így is nagyon kevés volt belőle. Mert hogy én horgászni fogok a kettő epizód között, az is biztos, hogyha már megcsináltuk ezt a jó kis téget. De egyébként ezt nézzétek, ott egy geóda, valamint ott is van egy geóda. Hát ezt most feltétlenül muszáj volt, Creeper. Ezt a láncot, ezt itt nem hagyom, hát tudjátok, hogy mennyibe kerül ezt lekraftolni? Sokkal jobban járok, hogyha inkább lopok innen. Á, de kíváncsi vagyok, hogy mi van erre felé, nagyon rejtélyesnek tűnik. Hello? Szép napot, Creeperök. Ugye nincsen egy sem. Nem hagyom itt nyugi, nem hagyom itt nyugi, kiszedem az összeset, kivétel nélkül ezeket is. Ó, oh, hello zombi falusi, hát sajnos elég messze vagy, nem foglak tudni elvinni haza, pedig áj de jó lett volna, és milyen szép mocsári falusi vagy, aj. Oké, okay, kraftoltam neki egy csónakot, nem hiszem, hogy valaha is kezdek vele bármit, de azért oda rakom, hogy ne diszponoljon. Hát ha. Na de most akkor bejönnék a vasakért, hogyha nincsenek itt csúnyák. Elvileg nincsenek, úgyhogy ha. Ó, ilyet sem láttam még. Ez le van zárva? Ide nem szabadna bemennem? Az kár. Egy pár sínen kívül semmi extra nincs itt. Akkor mégis miért volt lezárva? Jó, nyilván nem volt, csak áthaladt itt egy ilyen oszlop. Nem mondod, de jól néz ki ez a tavacska ezzel a mocsári színnel. Na jó, az önmagában egy dolog, hogy lelőtték a gatyámat a szörnyek, de még a kajám is fogytán van, ugyanis a kenyér az nagyon gyorsan fogy. El kellene mennem haza, és sütnöm kellene sült krumplit. És hopsz bele a csónakba. Na hát ennyi krumpliból nem is igazán érdemes nekiállni, lehet, hogy egy kicsikét ki kellene szélesítenünk a farmot, már rögtön így a második epizódban, ugyanis már lehet, hogy most túlnőttük. Ki kell szednem, ennek a helyére is mehet egy kis krumpli. Oké, összesen ennyi krumplim van, másfél stack, kereken. Úgyhogy most fognom kellene magamhoz egy kapát, valamint néhány díszt. Így nézd csak, hogy illeszkedjen az előzőknek a dizájnjához. Gondolom akkor a megbeszéltek alapján azt a farmot le kellene majd bontanom, és át kellene hoznom így ide. Hát ennek a kis farmer barátom nem fog örülni, de ahogyan látom már felvette ott az egyik blokkot, igen éppen ott zölden csillog-villog, ez azt jelenti, hogy ott van a munkablokja. Oké, kraftolok egy csomó komposztálót, 12 az egyelőre elég, és akkor ezeket így ide ledobom. Így szépen kitöltjük, utána pedig hozunk bele vizet, van nálam egy üres vödör, úgyhogy elvileg nem lesz probléma, hogyha ide elugrálok, és akkor így putty az egyikbe, valamint jöhetnek a szlebek, ó, azokat még kell kraftolnom, ott a crafting table-om, és megvagyunk, szuper, akkor ezeket most így ide, így szépen, és akkor jöhetnek a krumplik. Ugyanez vonatkozik a kisebb alsó részre is, oda is rakok egy vizet. Jaj, várjatok, a régieket még vissza sem ültettem. Ah, ja nem, csak ezt az egyet, szuper. És akkor ide le is jöhetnek a krumplik. Ugyanúgy, mint az előzőnél, ide is jön egy kis feljáró, ezt pedig itt szépen lezárom csapóajtóval. De amúgy simán kraftolhatunk még ebből, és akkor tudunk még csinálni egyet, viszont nem szeretném nagyon túlzásba vinni, mégpedig azért nem, mert szeretnék egy olyan epizódot, ahol majd a farmokkal fogunk foglalkozni, szeretnék majd mindenféle érdekességet építeni, akár egy szélmalmot, vagy valami hasonlót. Úgyhogy nem lenne túl jó, hogyha elvenném magamtól a szórakozásnak a lehetőségét.
Na várjatok, horgáztam én itt ki 2-3 darab lilipedet is, úgyhogy ezeket most hasznosítani fogom. Így szépen ide jönnek ezekre így rá. És akkor ide is jöhetnek az utolsó krumplik, valamint a maradékot, ezt a 60 darabot, ezt bedobom a sütőbe. Sőt, a füstölőbe, ugyanis ott nagyon-nagyon gyorsan elkészülnek. Még egy cica! Na várjatok, van egy csomó halam. Mi lenne akkor, hogyha fognánk és megpróbálnánk megszelidíteni őt? Mondjuk ilyen mintájúból van már, körbenézek, hogy van-e itt esetleg egy másik. Ott van egy koszos fehér, egy picikét távol a falutól, valószínűleg egy kicsit elkúszál, de én most utána rohanok. Gyere, ez az, megvagy, gyere szépen, csatlakozhatsz Zseppihez. Egyébként még nem mondtam el nektek, srácok, de ezt a helyet itt, a házam mellett tojásrétnek hívom, ugyanis mindig tele van tojásokkal, mert rengeteg tyúk járkál itt. Tehát nézzétek, teszek egy sétát, és a virágok között tele van minden tojással. Mondom én, itt is egy. Gyere szépen, te itt fogod vigyázni ezt az utat, ugyanis néha ide spónolnak a creeperök. Mindeközben tudjátok, hogy mit vettem észre, hogy a karakterem olyan sok időt töltött a mocsárban, pontosabban a lábban, hogy elkezdtek ráragadni a levelek. Ha, milyen kis aranyos. Mármint nézzetek rám. Tele vagyok mangrove levéllel. Na de oké, itt az ideje megírni a második feljegyzésünket. A feljegyzés pedig így szól. Tudatában annak, hogy a növényi táplálék készletem véges, egy horgászbotot készítettem magamnak, amivel az újonnan épült stégemről horgászni kezdtem. A tengeri élet bőséges, többféle halat is fogtam, és még pár értékes hulladékot. A kalandjaim nem álltak meg itt, a felszín alatt rejtőző szörnyek után kutatva csodálatos barlangokra leltem, amelyek tel is tele vannak világító növényekkel, apró állatokkal, halakkal. Ércekben gazdag erek bukkantam, az egyik legerősebb anyaghoz, a gyémánthoz is hozzájutottam. A mélyről előbújó szörnyek helyzetét egy védőfallal tervezem kivédeni. A nap végére levelek jelentek meg rajtam. Fáradt vagyok, ideje aludnom. Hamarosan folytatom a kalandozást. Így van, srácok, hamarosan folytatjuk a kalandozást. Addig is vigyázzatok magatokra. Mindenképpen lájkoljátok ezt a videót, hogyha eddig még nem tettétek, valamint iratkozzatok fel, mert miért ne? Hamarosan újra találkozunk. Na hát, sziasztok! Pápá!